Kifejezetten a vidéki cégeket, illetve munkavállalókat segítheti az a bértámogatási pályázat, ami augusztus közepén nyílik meg, tudtuk meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Azok munkába állását tudják könnyebbé tenni, akik hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ilyenek például azok, akik most kerültek a munkaerőpiacra, tehát fiatalok, akik mondjuk most fejezték be az egyetemi tanulmányaikat, vagy most léptek ki a közmunkaprogramból, illetve azokat az 50 év felettieket is támogatják, akik alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek, hogy ők is azért el tudjanak helyezkedni. Havi 150 ezer forint támogatást kaphatnak új munkavállalónként maximum. Ehhez teljesíteni kell a pályázatban meghatározott elvárásokat. A felsorolt feltételek közül egynek felel meg a munkavállaló, ez esetben a bruttó bér és a szociális hozzájárulás mértékének 50%-a, ami finanszírozható, amennyiben azonban több feltételnek is megfelel, ez esetben 75%-ig finanszírozza ezt a 150 ezer forintot. Tehát ez nem egy konkrét 150 ezer forint, hanem attól függ, hogy az új munkavállalót milyen bruttó béren veszik föl, és ehhez igazodik a támogatástartalom is. A vissza nem térítendő bérköltség támogatásra augusztus 15-től lehet pályázni. A részletek is akkor derülnek ki. Az elnyert összeget fél éven át kapják bérköltség támogatásra a cégek.